Amikor Fodor Gáborral beszélgettem az imént, akkor egy pillanatra láthatták már, meg jeleztük is korábban, hogy itt van Komáromi Zoltán, az Együtt volt politikusa, nem tudom, volt képviselőjelöltje, de ezt majd mindjárt megbeszéljük, de biztosan házi orvos. Nem tudom, az Együtt házi orvosa. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Na most milyen a viszonya épp az Együttel? Hol tart ez a folyamat? Én szeretném, hogyha nem veszekedéssel folyna most ez a hét vagy a jövő hét. Én nekem a múlt héten a választmányülés és a küldőgyűlés előkészítésekor tulajdonképpen az a véleményem alakult ki, hogy olyan mértékben eltávolodott az Együtt politikai vonala attól, amiért én annak idején beléptem Bajnai Gordon kérésére ebbe a pártba, hogy én ezt nem tudom tovább vállalni, nem akarom tovább vállalni. Pont azért, mert nem együtt, meg nem összefogás, mint ahogy az eredeti nevében van, hanem azért, mert most külön? Ez volt az első pont, illetve a második pont, ami nem tetszett, hogy gyakorlatilag nem sikerült konszenzus kialakítani a politikai élet bal oldali, demokratikus oldal egyik pártjával sem. És most már ugye szűk az idő is, tehát erre már valószínűleg nem is fog sor kerülni, és egy ilyen párt, amelyik ráadásul ennyiféle emberből állt össze, tehát tényleg ez egy nagyon színes és nagyon értékes társaság, hogyha egyedül indul egy ilyen küzdelembe, mint ami vár ránk április 8-án, akkor nem látom az esélyét annak, hogy ebből sikeresen tud kijönni. És ez csak a második pont volt. Mi volt az első? Az első pont, ugye én az egészségügyért, az egészségpolitikáért kezdtem egyáltalán politizálni. És bár jó megvolt a programunk, bár minden adott volt ahhoz, hogy az Együtt ezt kiemelten felvállalja, és akár a többi demokratikus ellenzéki pártnál hangosabban vállalja fel. Úgyis egy munkamegosztás lesz, ha győzünk a választásokon, és ez valahol mindig másodlagos, harmadlagos lett, és én ezt nem tudtam elérni, hogy ez egy vezető téma legyen, holott nyáron volt egy saját közvéleménykutatás, ami 72%-ban azt mutatta ki, hogy nem csak a Együttre szavazók, hanem a többi demokratikus ellenzéki pártnak a potenciális választói is 72%-ban tartották első helyen az egészségügyet olyan témának, amit egyrészt beszélni kell róla, másrészt meg kell csinálni. És a harmadik? A harmadik pedig ennek az egésznek a technikája, tehát hogy egy ilyen hátterű vagy ilyen támogatottságú párt miért választ miniszterelnök jelöltet. Hát, mert azt mondják, hogy ez fontos presztízs, hogy látszódjon, hogy van. Igen, viszont ezzel lezárjuk az utakat a többiek felé. Tehát, hogyha mi külön miniszterelnök jelöltet választunk, azzal jelezzük, hogy mi másokkal nem nagyon akarunk együttműködni. Tehát én inkább én a gesztus értékét nem értettem, és tulajdonképpen péntek este ez volt az a pont, amikor végiggondolva, hogy mit is kellene tenni, akkor úgy döntöttem, hogy leírom a szöveget, a nyilatkozatot, amit felolvasok. Nem akartam, hogy az érzelmek, indulatok elragadjanak, inkább tárgyszerűen szerettem volna a 100 küldöttnek a szemébe mondani. Igaz az a pletyka, hogy örül is szavaztak miniszterelnök jelöltként? Igen, az egyik küldött társam, akinek mondtam, hogy például úgy lehetne az egészségügyet vezető témává tenni, ha például én vezetném a listát, és akkor egyértelmű lenne mindenki számára, hogy az Együtt az egészségügyet nyomja, és ő egyébként velem nem egyeztette, beadta nekem, meg körülbelül 2 másodpercem volt arra, hogy visszavonjam, vagy nem vonjam, és akkor azt mondtam, hogy nézzük meg. És már megválasztották volna, akkor marad? Hát azért annak rengeteg feltétele lett volna, tehát azt az elnökségnek meg kellett volna újra tárgyalni. De látja, milyen érdekes, ugye lett egy miniszterelnök erről, Szigetvári Viktor a választmányelnök, a korábbi pártvezető lett a miniszterelnök erről, de ha ön lett volna a miniszterelnök erről, nagyon nehéz lenne érvelni azzal szemben, hogy hát milyen butaság ez. Listavezetőként biztos nem vállaltam volna be a miniszterelnök. A listavezető viszont pártelnök lett Juhász Péter. Igen, tehát a listavezetés az mindig jelzi, hogy merre megy egy párt. Egy miniszterelnök jelölt azt jelzi, hogy mit akar egy párt. Tehát... Ez a párt merre megy? Mert hogy itt volt Gyurcsány Ferenc egy órával ezelőtt, és nagyjából egy órával ezelőtt pont azt mondta, hogy ma kapott választ Szigetvári Viktortól a hétvégi ajánlatára, hogy legyen mondjuk DK Együtt közös fordulás az áprilisi választáson. Következésképpen maga mellé emelte volna közös listára a DK az Együttöt. Én nem tudtam ezekről a koalíciós tárgyalásokról, nem vagyok tagja az elnökségnek, tehát ezek a tárgyalások egy másik szférába folytak, mint amiről nekem információ. Én csak azokból a információ morzsákból, meg jegyzőkönyvekből tájékozottam, ami ugye minden tagnak járt. És a küldőgyűlésen ez nem volt téma? A küldőgyűlésnek tulajdonképpen egy témája volt a miniszterelnök jelölt léte és megválasztása, volt egy politikai beszámolója az elnökségnek, és volt egy alapszabálymódosítás, tehát ilyen technikai vége volt. Tehát csak arról nem beszéltek ezen a küldőgyűlésen, ami mondjuk az Együtt sorsát alapvetően befolyásolja, hogy együtt megy vagy külön a DK-val, mert a DK-tól van egy ilyen ajánlat, amit én lehet, hogy rosszul látok, de az Együtt súlyához képest én nagy vonalú ajánlatnak látok. Én úgy gondolom, hogy a politikai beszámoló utáni vita, ha lett volna, akkor ez alkalmat adott volna mindenkinek egyrészt kérdések föltételére, másrészt vélemények elmondására, de ott azt a tájékoztatást kaptuk szombaton, hogy folynak a tárgyalások a DK-val. És punktum. Hát ennyit tudtak. Na, már akkor már többet tudunk, legalábbis az előbb bejelentett Gyurcsány Ferenc. Nekem ez most új információ. Mindannyiunknak új információ volt, de hát most akkor legalább már tudjuk. Én azt gondolnám, az elmúlt egyéves folyamatok alapján megjelent Botka László mellett az MSZP Botka Lászlót bemutató színpadán, hogy az MSZP irányába tart az útja. Jól gondolom? Én mielőtt az Együttbe beléptem, azt hiszem, hogy 12-ben az MSZP budapesti, azt hiszem, Táncsics alapítványi ülésén Gallónéval, Cejzelendrével, Ungvári Tamással, és nem tudom ki volt a negyedik, ott kaptunk egy olyan feladatot, hogy mondjuk el a véleményünket az MSZP 2012-es programjáról, és mi mind az ötten egyébként a párton kívülről elmondtuk, és szakértőként segítettük ezt a munkát. Tehát én, aki engem megkért, hogy segítsek, és megkérdezte a véleményemet, én mindig nyitott voltam erre. Engem az ügy érdekel, engem az egészségügy érdekel, és teljesen 37 éve gyógyítok, és látom az anomáliákat, és nagyjából tudom, hogy merre kellene kimászni ebből a gödörből, és igazából én... A szocialistáknál több szándékot lát erre, mint az Együttnél? Igen, egyébként, de például a DK-ban László Imrével több közös fellépésünk volt, amikor ilyen egészségügyi kerekasztal volt, hogy Kincses Gyulával 3-asba mondtuk el a véleményünket a különböző fórumokon az egészségügyről, tehát ez nem egy ilyen nagy, számomra legalábbis nem ilyen nagyon kerítésekkel lezárt pálya ez az egyik és a másik. Hát hiszen ez a baj az Együtt politizálásával. Beszélni kell, tehát beszélgetni kell, kommunikálni kell. De látja azt az utat, ami az MSZP-t vezeti most? Nem tudom. Nem hívták még? Nem. Várja? Mindenki tudja, aki a politikának ezen a területén dolgozik, és mindenki, aki az egészségügyel foglalkozik, hogy van egy koncepció, aminek van egy végrehajtási terve, amit meg lehet csinálni. Akinek erre szüksége van, tudja, a telefonszámomat is föl fog hívni. A pilisi példa benne van a koncepciójában? Ugye most kitört a botrány, mert kiderült, hogy kvázi vizitdíjat szednek a pilisi rendelőintézetben, Németh Szilárd azonnal vizsgálatot ígért, de hát ez igazán nem hagyományos értelembe vett, vagy a gyurcsányi elképzeléseknek megfelelő vizitdíj, ha jól értem. Az elmúlt hetekben szinte minden 3-4 napban jött egy botrány. A endometriózis, akkor a, nem is tudom, mi volt a másik, a sürgősségi osztályokon, ugye a rühesedés volt. A rühesség egyéb. Ez is abban a kategóriába tartozik, hogy miről van szó. Az önkormányzatoknak a törvény, illetve a kormányrendelet értelmében vannak bizonyos kötelezettsége, ebben nincs benne se a fizikoterápia, se a reumatológia, se a laboratórium. Amennyiben egy önkormányzat úgy dönt, hogy ő finanszírozza azt, hogy a lakóknak ne kelljen bemenni Ceglédre és a vérvételre reggel hajnalba 6-kor, és utána bemenni esetleg a leletér is, akkor ott egy úgynevezett vérvételi helyet tud létesíteni. Az önkormányzatok annyi pénzt vesztettek egyébként a kormányzati intézkedések következtében, hogy gondolom, hogy eljutott Pilis arra a szintre, hogy már nem tudja finanszírozni a saját költségvetéséből. Ön támogatna egy ilyen megoldást általánosan is? Igen, ez egy kis önkormányzat, egy intézményrendszerre nem rendelkező önkormányzat megoldása arra, hogy kényelmi szolgáltatást nyújtson a lakosainak. Törvényes megoldás? Szerintem biztos, hogy törvényes, mert hogyha a rendeletet, amit Pilisi önkormányzat hozott, azt nem írta volna alá a kormányhivatal. Ugyanis a vizsgálat valószínűleg csak ezt tudja megállapítani. Van egy normakontroll, és egyébként, ahogy hallottam, ez nem is volt kötelező, lehetett mentességet kérni. Tehát ennek is az a lényege, hogy segítsünk a betegeknek, hogy ne kelljen, és azt hallottam a híradóban, hogy talán 900 forint a buszköltség, tehát gyakorlatilag olcsóbb volt ez a megoldás mindenki számára, mintha be kellett volna menni. Doktor úr, várhatjuk a rendelését továbbra is itt nálunk az ATV-ben, függetlenül attól, hogy melyik párt színeiben politizál, ugye egyébként? Amikor hívtak, mindig jöttem, és mindig elmondtam a véleményemet az adott témával. Szerintem ez nem fog változni. Mi is igényt tartunk rá. Köszönöm szépen. Szívesen.